Jól indult a szezon a HKB és MAC játékosokból összeállított újbudai medvéknek az Erste Ligában. A MAC HKB újbudai jégkorong csapata szeptemberben elsőként a Vasas győzte le hazai pályán 6-3-ra, majd a Deac is kikapott a Tüske csarnokban egy szoros mérkőzésen. A sikereik egyik okát Kangyal Balázs edző a nyári felkészülésben látja. Sokat dolgoztunk nagyon a nyáron, a munka az mindig valahol kifizetődik. Nyilván szerencsésebbek is voltunk, mert az elején minket elkerültek a betegségek, utána, amikor már elindult a szezon, akkor jött be ide az öltözőbe, és esett mindenki arcra. Úgyhogy biztos, hogy sok szerencse is kellett hozzá, meg azért azt nem lehet elvenni a srácoktól, azért sokat dolgoznak nagyon tényleg. Egyedül az Újbudán most szintén hazai pályán játszó Ferencváros tudta megtörni a MAC győzelmi sorozatát egy szoros mérkőzésen, de azóta őrzi veretlenségét a MAC HKB Újbuda. Legnagyobb arányú győzelmüket a Gyergyói Hoki Klub ellen aratták 7-0 idehaza, de az élmezőnyben szereplő Deac sem reménykedhetett a biztos hazai győzelemben, amikor az újbudai medvék érkeztek a Civisvárosba. Október 11-én a MAC idegenben is megmutatta, hogy mire képes, egy-öt lett a végeredmény, és ekkor az újbudai csapat került a tabella élére. Az elmúlt napokban Győrben és Dunaújvárosban vendégeskedtek, mindkét helyszínről győzelemmel tértek haza. A szlovák tipsportligából az Erste Ligába érkező csapat vezetője úgy érzi, még nem ismeri igazán az ellenfeleket. Az ellenfeleket akkor tudom igazán megismerni, hogy persze videózhatom őket, meg kérhetek felvételeket más mérkőzésekről, de a legjobb anyag és a legjobb támpont mindig az, amikor a saját meccsünket valaki ellen az ember látja, utána abból tud különböző dolgokat kiszedni és tovább tud lépni jó irányba. És azért ez nekünk még nem egészen van meg, mert nem játszottunk mindenkivel. Nyilván próbálunk az előző meccsekből apró dolgokat kiszedni. Most is ugye volt már egy konditerem nekik, volt egy videó meeting, és most megyünk jégre. Holnap játszunk, most a ritmus is más lesz, idáig egy mérkőzéseket játszottunk. Most lesz azt hiszem 10 nap alatt 5, tehát minden változik, de ebbe a naptári évben és ebbe a szezonban, inkább azt mondom, és a naptári évben fel kell erre készülni. Most ez van. Úgyhogy sok kihívás, semmi sincs komfortzónába, és mindig alkalmazkodni kell épp az aktuális helyzethez. A Covid vírus második hullámának terjedése azonban az Erste ligás küzdelmeket is tönkreteheti. Kangyal Balázs elmondta, hogy a csapatot segítő egészségügyi személyzettel folyamatosan egyeztetnek, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a játékosok ne kapják el a fertőzést, és ők se fertőzzenek meg másokat. Ez persze áldozatot kívánat a belátvezető MAC HKB újbuda jégkorongozóitól is. Az alapvető intézkedéseket, azokat természetesen mindenképpen betartjuk, nem tartózkodunk más csapatokkal egy légtérben, illetve hogyha olyan edzések vannak lent a metodikában, akkor figyelünk arra, hogy megfelelően fertőtlenítsünk, és ezt tulajdonképpen itt az egész csarnok területén betartjuk. Úgy gondolom, hogy annak érdekében, hogy a munkánkat megtarthassuk, és hogy működhessen a liga, minden áldozatot meg kell hozni, ezért limitáljuk minden egyes kimozdulásunkat a vásárlásokra, a piacra, bevásárlóközpontokba, de a többi ilyen vacsorákat és egyéb ilyen esti programokat, azokat hanyagoljuk. Molnár Bálint csatár szerint minden mérkőzésre ugyanolyan keményen edzenek, elsősorban a saját játék erejükre koncentrálnak. Ugye egy frissen indult csapat vagyunk, ez az első szezonunk, és úgy érzem, hogy egyre jobban összemelegedünk, és egyre jobban érzik egymást a srácok is, és egyre hatékonyabbak is vagyunk. A mostani tabellát elnézve ugye nagyon sok körbeverés volt, a csapatok kiélezettek, és mindenki szerintem ugyanolyan teljesítményképes nyújtani, és bárki bárkit meg tud lepni, szóval nincsen igazán kiegyezett ellenfelünk. Rengeteget készültünk a nyáron, és nagyon sok fiatal tehetség van szerintem a csapatunkban, és mindenki megpróbálja maximumot nyújtani és bizonyítani, hogy itt a helye. A védekezésre azért egy nagyon nagy hangsúlyt fektetünk. Az utóbbi két mérkőzésen sikerült két meccs alatt egy gólt kapnunk. Ez köszönhetően nagyon jó kapus teljesítménynek, illetve az erős hátradolgozásnak. Nyilvánvalóan ezek a győztes mérkőzések meghozzák a kedvet az egész szezonhoz. Bár az alapszakasz első mérkőzései alapján komoly következtetéseket még nem lehet levonni, az már nyilvánvaló, hogy Kangyal Balázséknak sikerült egy jól védekező, támadásokban is hatékony csapatot összeállítani, így bizakodva várhatják a folytatást.